1941-ben, amikor sokszor abból indulunk ki, olyan, mint egy ilyen táncmulatságon, a KH-tól indulnak a táncok, legalábbis a régi időkben, 1941. decemberében Moszkvába folytak Sir Anthony Eden, az angol külpolitika, és a szovjet állam két vezetője, Sztálin és Molotov között a tárgyalások. Olyan érdekesek voltak ezek a tárgyalások, hogy a moszkvai angol nagykövet némelyikre, Krips, aki az angol kormány későbbi minisztere lett, ő egy legbaloldalibb angol politikus volt, majdnem kommunista szívemén, de azért csak majdnem, és van egy orosz közmondása, majdnem az nem számít, és akkor ő még ő se lehetett bizonyos tárgyalásokon. Annak ellenére a Vörös Hadseregnek épp hogy sikerült a németeket kiverni Moszkva környékére, és átlendülni támadásba, annak ellenére ezeknek a tárgyalásoknak már nem volt az a tétje, hogy angol csapatok érkezzenek a Szovjetunióba, a Sztálin nem tudta elérni. Az angolok rendkívül ravasz módon cselekedtek, Churchill azt mondta, hogy mi küldünk repülőgépeket és csapatokat, de úgy például Iránba állomásozik egy szovjet hadsereg Észak-Iránba. Dél-Iránba egy nagy angol hadsereg. Az angol hadsereg egy része bemegy Észak-Iránra, olajban gazdag területekre, és a szovjetek pedig menjenek a frontra. A másik javaslat a Churchillnek, menjenek a szovjetek a frontra, minél többen, és ők bemennek Bakuba, Tbilisibe és Jerevánba. Most Sztálin erre egyenesen azt mondta, lehet, hogy ez nem volt egy olyan nagyon rossz terv, Sztálin egyenesen azt mondta, hogy ha ők oda bemennek, nem biztos, hogy kimennek, mert egyszer már a polgárháború alatt ott voltak, de mind ellenségek. De ezek a tárgyalások, ezek a dolgok már nem merültek föl, akkor egy illúzió is volt, ráadásul, hogy a szovjetek visszaverik a németeket a következő évben. Ez az illúzió egyébként annyiban nem valósult meg, hogy Sztálin kiirtotta 1937-39-ben a Vörös Hadsereg szinte valamennyi tehetséges parancsnokát, akik Zsukov, Konyev, Bagramján, Jeremenko meg mások maradtak, és a II. Világháború terhét a vállukon viseltek, azok olyan voltak, mint Magyarországon 45 után az orosz tanárok, a diák tanulta az első órát, a tanár a harmadikat. Tehát ezek átképzett tanárok voltak. Ezeknek az embereknek nagyon sok mindent meg kellett tanulni. Tehát nem jöttek rá arra, hogy nem lehet az összes fronton egyszerre megindítani egy támadást, Ukrajnába, Harkov és a Don menti Rosztov ellen felszabadítani Leningrádot a blokád alól, és Moszkva mellett folytatni a támadást Szmolenszk irányába. Annyit értek el, hogy kb. 42 áprilisáig, márciusáig tartott ez a támadás, hol sikerült győzni, hol nem sikerült, Harkovnál körülveszik a szovjet csapatokat, több mint 350 ezer ember esik fogságba megint, tehát a moszkvai csata eredményeit és a Moszkva védelme eredményeit lassan Sztálin és a vidéke felélték. Moszkvai csata annyira Churchillt is, Edent is, és még Rooseveltet is a messzi Washingtonban annyira meghatotta szinte, hogy sikerült az oroszoknak nem a Blitzkrieget sikerült nekik mondjuk megállítani csak, hanem sikerült ellentámadásba rendülni. És Sztálin félreértette a helyzetet, és ő azt mondta, hogy húzzuk meg a határokat a jövőben. Hiába már 60-70 millió szovjet alattvaló élt német rabika alatt, hiába hatalmas mennyiségű szovjet katona és tiszt esett fogságba, például a Vjazmai, meg a Szmolenszki csatánál, meg a Rzsevit csatánál, a háromnál összességében, ezt csak most kezdik bevallani az orosz történészek, 780 ezer ember esett fogságba. És tessék elképzelni, közel 3 millió ember összesen esett fogságba 41-42 elején, és Sztálingrád volt az első, ahol a németek nagy számban esett fogságba. Sztálingrád volt az első, ahol német tábornokok estek fogságba. Addig nem is volt német tábornok a szovjet hadifogoly lágerekben. Mégis azt mondom, hogy Sztálin annyira magabiztos volt, és Churchill pedig annyira oda volt a szovjet győzelmekért, hogy megindult egy tárgyalás köztük, hogy ezt már többször elmondtam, de repetíciót Mater Studiorum,
az az igazság, hogy Sztálin fölvetette, hogy milyenek legyenek a határok, mindenki menjen vissza a régi, tehát a müncheni egyezmény elé, a 39-es határok mögé, mindenki. Állítsák vissza a dán, a norvég, a, mit tudom én, a francia, a nyugati, lengyel, stb. Határokat, csak Lengyelországot meg kell jutalmozni német területeken. Nyugaton, és a többi viszont a szovjet határok meg maradjanak, 1941-es nyári határokat. És Sztálin elkezdett Moszkvába, hiába aláírta a Szovjetunió az úgynevezett Atlanti Kartát, amelynek van egy záradéka, hogy a nemzeteket meg kell kérdezni, hogy ők hol akar élni, ez nagyon fontos Trianon meg más dolgok szempontjából, hol akarnak majd élni, és milyenek legyenek a határok. Sztálin kiadta a jelszót, a Idennel való tárgyaláson, minket most csak Magyarország érdekel, meg a magyarság, Erdély és felvidéki magyarság, erről szól a mai foglalkozás. Sztálin kiadta a jelszót, hogy Magyarországot két helyen is meg kell büntetni, északon Csehszlovákiával szemben. Nem csak, hogy visszaállítani a régi csehszlovák határt, Csehszlovákia, valljuk be, halkan mondom, akkor úgy zavar, hogy ez a YouTube-on, mindegy. Ez egy mesterséges állam volt, egy mesterséges képződmény. Nem véletlenül szétesett, nem véletlenül Jugoszlávia is szétesett. És Románia csak azért nem esett szét a úgynevezett román forradalom alatt, hát azért nem esett szét, amiért, mert a két nagyhatalom, akkor még félig pedig nagyhatalom Szovjetunió, a finisbe és az Egyesült Államok, de a németek, franciák, szóval senki nem akarta ezt, hogy szétessen. És az akkori magyar kormány meg hát olyan volt, amilyen. No, de hát ez egy hosszú történet. Tessék elképzelni azért, hogy Sztálin azt mondta, hogy északon meg kell büntetni Magyarországon, ami részt vett a háborúba, és délen pedig meg kell büntetni Magyarországon. Ő ugyan elveszi Romániától a Duna-deltát, Észak-Bukovinát és Beszarábiát, de a magyarok által birtokolt területeket vissza kell adni Romániát, és kárpótolni kell Romániát azért, azáltal, hogy Magyarország részt vesz a háborúban. Én azt mondom, hogy Adival, ez egy ilyen lírai megnyilvánulás a részemről, történészként nagyon higgadtan kell fogalmazni, Adi abszolút igaza volt. Akárhogyan viselkedett a magyar elit egy része, Bárdossy, mások volt, akármi történt a második, ezerszer messiások a magyar messiások. Épp úgy részt vett Szlovákia a háborúban, akkor még független Szlovákia, valójában egy német bábállam volt. Magyarország ilyen szempontból nem volt úgy a német bábállam. Tessék elképzelni Szlovákiában egy hadigyár igazgatóját, ha kinevezi Tiszó Szlovákia vezető, akkor neki a német nagykövettel egyeztetni kellett. Ha előléptettek valakit hadosztályparancsnok, akkor német katonai attasével egyeztetni kellett, csatlós hadügyérrel is így tovább. Na most Románia bőven részt vett a szovjet háborúban, nem győzöm hangsúlyozni, hogy óriási különbség volt, mindegy, hogy hogyan, meg miért, meg hogy milyen meggondolásból, de Magyarország egy úgynevezett gyors hadtestet küldött a frontra ki, és megszálló csapatokat kis létszámba. Románia olyan hatalmas erőt küldött, és központi utasításra megkezdődött az úgynevezett Transnistria, vagyis a román határok, Beszarábia, Odessa, még tovább, a Romina Mare, a nagy Románia térképen, Románia már a Kubány vidékig volt. És a Krím félszigetre is igényt tartott Románia, és Hitler úgy átverte Antonescut, fogalma sem volt Antonescunak, hogy Hitler nem akarja odaadni neki a Krím félszigetet, de a Krím félsziget hovatartozását Hitler lebegtette, és ennek cserébe plusz hadosztályokat kért Romániába, és a Krím félszigeten partizán vadászattal foglalkoztak, nehéz hegyi terepek között, nagyon jól, rosszul járt a román hadsereg. Tehát Románia olyan zsidó írtást, olyan pogromokat, 200 ezer ember pusztult el Odesszától, Transnistriától, és nem csak, és orosz-ukrán lakosság részben is ennek áldozatul esett. Zárójelben mondom, én nemrég elolvastam két ilyen vastag könyvet, amikor voltam Moszkvában, és azon kívül ukrán cikkeket is olvastam, erről érdekes, hogy ukrán nemzeti gondolkodású emberek írták, de oroszul jelentek meg ezek a cikkek, szóval ott még mindig nagyon sok könyv és cikk jelenik meg oroszul Ukrajnában, és Odesszáról szól és környékéről. Ezek ilyen nagyon komoly levéltárja, meg memoárok alapján készült könyvek, és
Odessa a vadkapitalizmus korát érte, miközben az odessai lakosság közül 30 ezer zsidót azonnal kiirtottak a románok, utána mindennel leálltak, és megindult részben a szabadrablás, onnan kivitték a könyveket, most is van Erdélyben, meg mások, de Olténiában, Moldvában is, egy csomó városi könyvtárban az odessai könyvtár pecsétjeivel. Én például magyar, nem mentem én a magyar akkori vezetés, de én annak idején nagyon megnéztem a budapesti könyvtárokba, hogy nem az, hogy ellopott, de orosz nyelvű régi milyen könyvek vannak esetleg, összesen egy könyvtári könyvet találtam, de az egy érdekes dolog. Tolsztoj könyvtárának a pecsétje a Jasznaja Polánában, lehet, hogy nem is magyar, vette el, mert ott Guderian állomásozott, ott volt a Tolsztoj birtokán a főhadiszállás, és amikor visszavonultak onnan a németek, teljesen szétrabolták. Ki tudja, milyen módon egy 1812-es régi könyv ide került Budapestre, egyet találtam. Az egész odesszai hatalmas könyvtár, negyedik legnagyobb könyvtár volt, a románok kivitték az egész odesszai múzeumot, ahol egy nagy marinista, hát hogy mondjam marinista, tehát tengert rajzoló, festő, Ajvazovszki képei voltak nagyon nagy mennyiségben, és rengeteg nyugati, hát nyugati impressionista kép volt, és ezeket mind kivitték Romániába. Ezeknek nagy részét azért a szovjetek később visszaszerezték. Sztálin mindenről nagyon jól tisztában volt. Tessék elképzelni, Sztálin azt mondta, hogy Romániát megjutalmozni Magyarország kárát, de hogy lehet megjutalmozni? Miért? Azért, mert ezt a szörnyű rablást csinálta, tehát abszolút nem egy fűnyíró elvet képviselt, valamilyen módon Magyarország stratégiailag nem volt fontos Sztálin számára. Stratégiailag nagyon fontos Románia, mert Ploiești olajmezők híresek voltak. A II. Világháborúban a német tankok meg a német repülőgépek sokban a ploiesti olajra, a román olajra támaszkodtak. És nem véletlen, hogy Hitler azt mondta Mannerheimnek, a finn vezetőnek, katonai vezetőnek, hogy aki ploiesti, azért fél Európa. Tehát az olaj lényeges. Csehszlovákia miért volt fontos Sztálin számára? Mit érdekelte ő Csehszlovákia? Azért volt nagyon fontos, mert szláv ország, Közép-Európa meghatározó ország, és mert viszont Sztálin mondta, hogy aki Prága, azért a Közép-Európa. És plusz még Beneš megígérte Majszki nagykövetnek Londonba, már 39 végén, hogy amennyiben béketárgyalások lesznek, és Németország vereséget szenvednek, mi hadd kapjuk vissza a régi határokat, amit a magyarok, a lengyelek meg a németek elvettek tőlünk, azt kapjuk vissza, és felajánlotta Kárpátalját a Szovjetuniónak. A 43-ban, amikor Moszkvába járt, Beneš megint csak felajánlotta a Kárpátalját a Szovjetuniónak. Más kérdés, hogy amikor 44-ben Sztálin azt mondta, hogy az ígéret szép szó, tessék ideadni, akkor Beneš először tiltakozott, próbált, de olyan lanyhán tiltakozott, amikor oda bevonult a Vörös Hadsereg, szabályosan kiverte a Beneš által odaküldött, nem is annyira szlovák, mint cseh származású adminisztrációt. Nekem nagyon érdekes volt Kárpátalja szempontjából, és most térjünk rá a felvidéki magyarokra röviden, nekem nagyon érdekes volt, hogy Ungvárot, ami a első republikában, de Csehszlovákia a két világháború között ők úgy hívták, első republikában Ungvárot volt egy Prágából főleg, meg Brünnből, de nem annyira Szlovákiából, megint csak oda küldött hivatalnok réteg, néhány ezer ember. És számukra egy szabályos gettót, egy elkülönített városrészt építettek, ezek Bauhaus épületek, ezek modern épületek, teljesen elkülönültek, és ez az egész lakosság, amely oda ment irányítani Kárpátalját, Ungvárt, főleg gazdasági, meg közigazgatási szerepet töltöttek be, ezek nem vegyültek a helyi lakossággal. A helyi lakosság egy része az ukránok, a ruszinok egy része csak, mert többségük szerette a magyarokat, szlovákok. Nem szerették a magyarokat, de azt mondták, hogy a magyar uralom ehhez képest hát sokkal jobb volt. Ezek tényleg uralták őket. És Beneš megint már 44 végén megpróbálta visszaküldeni ezeknek az embereknek egy részét, és úgy kiverték őket, és úgynevezett népszavazást tartottak, és Kárpátalja lakossága egy része, lakosságának jelentős része, persze nem 95%-a, hogy meghamisította Hruscsov az akkori ukrán pártitkára statisztikát, megszavazta, hogy ők a Szovjetunióhoz fognak tartozni.
ritkították a magyar lakosságot. Nem tudom, ki tud arról, hogy Szójván például volt egy megsemmisítő tábor lényegében. Oda tereltek. Nem úgy, a megsemmisítő tábor nem elgázosítást jelent mindig, vagy agyonlövetést. Oda tifusszal és vérhassal rendelkező embereket oda tereltek. Ott volt vagy 30 ezer magyar és német, körülbelül túlzottak a számok, ami e fölött, de sokkal kisebb számok is, úgy néz ki, nem reális. A lakosság egy jó része kihaltott rögtön. Ez is egy megsemmisítésnek. Nem kaptak gyógyszert például. A másik, de aki túlélte, azokat vitték Szibériába. Töredéke jött vissza az 50-es évek közepén. Ez éppen olyan szörnyűség, mint a délvidéki mészárlás, és nem utolsó sorban épp olyan szörnyűség, mint a Mánia Gárda, amit a magyarokkal szemben tettél, és épp olyan szörnyűség, amit Hitler emberei, Eichmann és a magyar kiszolgálói megtették itt Budapesten. Budapestet félig leszámít, vagy nem volt erre már érkezésük, de egész vidéki Magyarországon és a történelmi Magyarországon is. És szörnyű dolgok történtek, mert amikor például nemrég egy kolléganőm talált olyan érdekes forrásokat, amikor például Románia augusztus 23-án a király és a környezete kiugrott félve, hogy a szovjetek bejönnek és tabularáza lesz, és Románia volt az egyetlen ország, ahol gyakorlatilag a régi rezsim átvette a hatalmat és szembefordult a németekkel, és a szovjeteknek nem sikerült rögtön totálisan átvenni a hatalmat, na de mindegy, Romániában, ahogy kiugrott, akkor például bizonyos csökött agyú, de akkor már csökött agyú magyar adminisztrátorok plusz a helyi német katonai vezetők részben Dél-Erdélynek nekizódultak, ahelyett, hogy szintén a kiugráson gondolkodjanak, részint pedig hát elkezdték még az utolsó, még 26-án is indultak Erdélyből transportok részben a megsemmisítő táborokba, részben nem csak zsidókat, de egy csomó erdélyi magyar, aki akkor már nagyon komoly antifasiszta pozíciókat foglalt el, és kitűnően szerepeltek, és nem véletlen, hogy például Mártonáron püspöknek, másoknak sikerült az, hogy Kolozsvár gyakorlatilag egy nyílt város lett, és nem voltak harcok Kolozsvár körül. Látták ezt a Róma nyílt város című filmet? Ez egy nagy neorealista film volt, az is megmutatja, azóta erről is készültek filmek. Párizs, Róma, részint Kolozsvár, hát ezek nyílt városok voltak de facto, sajnos Budapest nem. Mindegy, és akkor én azt mondom erre, hogy a II. Világháború szörnyűségei közül Magyarország duplán rosszul járt, részint egy igazságtalan dologban vett részt, részint pedig, ha a megmérettették a magyar hát, elit egy részének, vagy jó részének az álláspontját, akkor nem csak a magyar eliten csattant az ostor, hanem egy csomó nagyon komoly és pozitív magyar emberen is, mert nem válogattak a szovjetek sem. Amikor Málenki robotról van szó, nem azt nézték, hogy egy nőt megbecstelenítik, vagy egy férfit, megy egy 16 éves fiú tejér a boltba, elviszik is Szibériából, vagy a Donyeck menencéből, mikor jön vissza. Elképesztő volt ez felvidéken is, amit a benesek csinálnak. Áttérek már a magyar dolgokról. A benesféle adminisztráció, amikor bement oda papíron, ott volt egy romokban heverő ugyan szlovák állam. Ott volt Morvaországban és Csehországban a németeket kell kollaboráló cseh nemzetiségű adminisztráció, egy csomó mérnök, egy csomó hadigyártó, és voltak rengetegen, akik önként kimentek egy cseh segédcsapatokba a szovjet frontra, és volt egy egész szlovák hadsereg, amely nem mind vett részt az úgynevezett 44-es szlovák nemzeti felkelésbe, hanem ennek egy része, és nem mind álltak át a szovjetekhez, hanem nagyon szépen részt vettek a partizánirtásba, meg a megszállásba, és nem ezeket írtották főleg Benesék, hanem a felvidéki magyarokat és a szudéta németeket. És a magyarok még rosszabbul is jártak, nem tettek különbséget, felvidéken a magyarság egy része rendkívül náci ellenes volt. Felvidéken a magyarság nagyon egy része bújtatta a zsidókat. Felvidéken a magyar baloldal is nagyon erős volt, és nem tettek semmi különbséget. Magyar, magyar. Csak a szovjet nyomásra sikerült megúszni a felvidéki magyaroknak,
hogy egy csomó városban és faluban, ahogy a zsidóknál kitetették több országban a sárga csillagot, az M betűt ki kellett tenni. Csak amikor szudéta németeket sikerült kitelepíteni a beneséknek, akkor a szudéta német városokba és falakba beözönlettek a cseh és részben szlovák telepesek, a legjobb házakat megkapják. De ott van egy nagyon nagy bányavidék, szudéta vidék. Ott vannak hadigyárak, valakiknek dolgozni kell, és akkor szabályosan összefogják a magyarságot, kiviszik őket családostól, nagyon sok gyerek megfagyott, tél van, nagyon sok nő megfagyott, nagyon sok férfi nyomorékként jött onnan vissza, és volt, aki vissza se jött egy jó páron. Sose felejtem el, 1968-ban így tanulja voltam annak, hogy I.S. Gyula elutasította a nagy költőnk, elutasította, hogy aláírjon egy papírt a Csehszlovákiában történő bevonulására. I.S. Gyula egy nagyon bátor ember volt a maga módján, megvolt neki a véleménye, még Kádár Jánosnak, Acél Györgynek is megmondta a vélemény. Mindig, amikor leült velük tárgyalni, valamit tett az erdélyi magyarságért, valamit tett egy konkrét ottani magyar értelmiségért, felvidékén is sokat tett, járt is felvidéken többször. És I.S. Gyula azt mondta, hogy nem írom alá. Az egész 68-as Dubček féle dolog, nem történt az, hogy egy perccel se vizsgálták felül a Benes dekrétumot, holott a magyar értelmiség kérte, és egy percig sem történt meg az, hogy bármi elégtétel lett, hát jött bármilyen elégtétel ennek a lakosságnak. Én egyetértek ezzel. Szóval elképesztő, hogy ez két nációnak volt, a reformmozgalma, a szlovákoknak és a cseheknek, egyszerűen soha a Benes dekrétumok revíziója holott felmerült, nem is került szóba. Václav Havel, mint ellenzéki értelmiségi azt mondta, hogy disznóság volt a Benes dekrétum. Václav Havel, mint Csehszlovákia elnöke azt mondta, hogy meg kell tartani a Benes dekrétumokat. Ő számolta a szavazatokkal. Ő neki a lelke teljesen más volt, mint ellenzékinek. Én egyszer a Szabad Európa Rádióban részt vettem vele egy műsorban, egész jó orosz nyelven az orosz szerkesztőségben, úgyhogy én Budapesten voltam, ő nemrég jött ki a börtönből, ő Prágába, akkor már szinte először lehetett Prágából tudósítani. És ő egy olyannyira radikális dolgokat mondott, pont a Benes dekrétumokkal szemben, hogy én el voltam ámulva. Elnök lett, teljesen így keresztül húzta az egészet. Na most Benes dekrétumok röviden, mert most már át kell Erdélyre lassan térni, még egy pár dolgot. A Benes dekrétumok azok úgynevezett kollektív büntetést alkalmaztak, szankcionáltak a felvidéki magyarsággal szemben, nagyon nagy tiltakozást váltottak ki a helyi szovjet adminisztráció, katonai adminisztráció köreiben is. Ezek állandóan jelentették, hogy a magyarokkal szembeni fellépés, elnyomás olyan erős, ők meg ezzel az adminisztrációval éppen azért, mert Magyarország, vagy bocsánat, a magyarok elég nagy létszámban benne voltak az antifasiszta baloldalban, nagyon könnyen értettek velük szót. Meg nem is értették, hogy mit vétkeztek itt a magyarok. Ők a Malenki robotot azért alkalmazták ott is, de hát sokkal kevésbé, mint mások, mint Magyarországon, részint Romániában, hát részint Németországban is. Bulgáriában még kevésbé, mert egyszerűen német lakossággal szemben, és a németeket eleve a csehek megpróbálták kipaterolni Prágából, és aztán szudétavidékről is tömbökbe próbálták őket kipaterolni. De itt volt a felvidéki magyarság. Azt részben meg tudta a Benes adminisztráció értetni velük, hogy a Horthyék által oda küldött hivatalnokokat, az úgynevezett ejtőernyősöket, azokat el kell űzni, ki kell verni, stb. De amikor kiderült, hogy egy kassai patikus, egy pozsony lakossága, akkor még mindig részben magyar és német volt, és nagy részt, nem kis részt, hogy egy ottani őslakost, meg Borogőzt, Csallóközt, totál egyik magyar falon, másik után, stb. Akkor még nem volt betelepítés a szlovákok részéről. A egész dél, ez a nagy sáv a Duna mentén, ez magyarokból állt, bement oda a Benes féle adminisztráció, és Tiport, és átdobják őket a Duna, és Sztálin és Molotov bíztatták őket, hogy legyen lakosságcsere. De érdekes, a magyar kormány, a ideiglenes kormány nem nagyon törődött még ezzel, de később aztán már a választások után a magyar kormány
a Nagy Ferenc, Tildi, stb. Személyek által jelképezett kormány komolyan kezdett ezzel törődni, és horribile dicto a Magyar Kommunista Párt is. Mert tisztában voltak azzal, hogy amennyiben Rákosi és társai nem lépnek föl, egyrészt akkor iszonyan, hát ez negatívan fog hatni, hogy a nemzeti érzéseket ennyire semmi veszik, de volt még egy érdekes dolog, nagyon sok kommunista, nagyon sok baloldali ember a előzöttek sorában átjött Magyarországra, az úgynevezett lakosságcsere pedig nem ment, mert az itteni szlovákok Békés megyébe, Tolna megyébe, máshol nem nagyon akartak kitelepülni. Ezek nem csak úgy elmagyarosodott emberek, ott voltak a házhelyek, egészen jól megvoltak, nagyon nagy erőszakkal kellett szinte őket összetoborozni, hogy valamennyire meglegyen a lakosságcsere. 1945 nyarán én mindig szoktam, talán emlékeznek, akik jártak az előző szemeszterekbe, én mindig szoktam egy-egy szegmens, egy-egy téma végén egy forrást, egy, lehetőleg egy publikálatlan forrást felolvasni. Ez Rákosi Mátyás levele Dimitrovnak, aki korábban a Komintern, a Kommunista Világpárt, a Kommunista Internacionális egyes számú embere volt, Sztálin ügynök, a Sztálin embere, és ő, mivel Sztálin nem engedte őt még mindig Bulgáriába, nem az, hogy nem bízott benne, nagyon is 100%-kal bízott benne, félt attól, hogy ez bevezetett egy olyan nagyfokú terrort, amúgy is a helyi kommunistától. Sztálinnak az elején az volt a taktikája, hogy a helyi politikai elittel azért valamennyire ki kell egyezni. Félt attól, hogy Dimitrov túlzott nyomást fog gyakorolni. És Dimitrovot azért nem űzte el, hanem megtette a szovjet párt bolgár létére külügyi bizottságának, külügyi osztályának a vezetőjének. És Rákosi neki írt egy levelet, abban a reményben, kétségbe esett levelet, hogy mi van Felvidéken. Ezek jó részül ugyanúgy az osztrák-magyar monarchia emlőin nevelkedtek. Szlovák állam nem létezett. Ezek sokban magyar kultúrájú emberek voltak, és akkora pofán csapták ők Rákosit, és Rákosi panaszkodott, és közvetve ebből a levélből tudjuk, hogy Sztálin miket mondott a magyarokról. Mert amikor Rákosival vitatkoztak a cseh és szlovák politikusok, akkor ők Sztálinra hivatkoztak. Sztálinnál természetesen nem találunk túl sok magyar ellenes kirohanást, jól lehet 45-ben elhangzott két 45 elején, 44 végén két sztálini magyar ellenes filippika, az egyik úgy szól, hogy magyar kérdés, vagon kérdés. Ez azt jelenti, ezt mondta a szlovák kommunistáknak, akik felkeresték őt. Tehát ahány vagonotok lesz, annyi magyartól fogtok megszabadulni. A másik pedig Sztálin azt mondta, hogy én nem sajnálom a magyarokat. És hogy még Molotovot, a szovjet külügyért idézzük, szintén Felvidékről volt szó, szintén szó volt arról, hogy hát a magyarokat ki kell telepíteni, lakosság először. Ma azt tudják, mit mondott a Molotov? Azért nem jó néha olyan túl sokat tudni bizonyos dolgokról, az ember azt hiszi, hogy nem überolhat bizonyos dolgokat. De Molotov még durvábbat mondott, mint Sztálin. Azt mondta, hogy le kell számolni ezekkel az avarokkal. Nem azt mondta, hogy magyarokkal, azt mondta, hogy le kell számolni ezekkel az avarokkal. Le kell zárjam én viszont a felvidéki kérdést ezzel a Rákosi levéllel, mert még tartozom önöknek bizonyos 1944-45 utáni erdélyi dolgokkal. Tehát Rákosi Mátyás írja Dimitrovnak, a Kommunista Internacionális volt vezetőjének abban a hitben, hogy ő ezt elmondja Sztálinnak és Molotovnak. Egy kicsit úgy van, hogy neki írja Rákosi, van egy ilyen magyar közmondás, dunántúli közmondás régi, mondom a lányomnak, hogy a menyem is értse. Tehát ő Dimitrovnak mondja, abban a reményben, hogy Sztálinnak elmondja. Tehát azt írja Rákosi Moszkvában. 1945. július 28. Arra is hivatkoztunk Prágába, hogy Tito elvtárs azt üzente prágai diplomáciai képviselőn keresztül, ő és a maga részéről örülne, hogy Csehszlovákiában olyan bánásmód alakulna a magyarok iránt, mint Jugoszláviában. Romániára is utaltunk. Az ön véleményére is hivatkoztunk Dimitrov elvtárs. Azt is közöltük, hogy Molotov elvtárs is hajlik az álláspontunkra. A csehszlovák elvtársak a maguk részéről elismerték, csehszlovák kommunisták, hogy a magyarok iránti politikájuk alapvetően különbözik a román és a jugoszláv pozíciótól etéren.
Azt is elismerték, hogy Molotov javasolta, alkalmazzanak némi változást a magyar vonatkozású politikájukban. Ugyanakkor prágai tárgyaló partnereink vitatták, hogy ismerik az önálláspontját Dimitrov elvtárs. És a legdöbbentőbb érvként véleményünkben szemben említették, mit is mondott Sztálin elvtárs a csehszlovák küldöttséggel való 1945. júniusi tárgyaláson. Elmondásuk szerint, és én utána néztem bizonyos forrásoknak, levéltári anyagoknak, és ez szó szerint igaz, amit Prágában hallott Rákosi, elmondásuk szerint Sztálin elvtárs javasolta, úgy kell bánniuk a cseheknek a magyarokkal, mint a németekkel, és hogy állítólag magyarokra gondolva, szó szerint azt mondta Sztálin elvtárs a csehszlovák küldöttségnek, vágják csak őket jól pofán. Na most az a baj, hogy ez oral history. Ez egy ilyen utólagos oral history. Ki? Ez olyan, mint ülnek gyerekek, és játszanak, és addig súg valakit a fülébe, és a tizedik már teljesen mást. Vagy Karintinek van ez a gúnyverse, jöttem a Ganges partjairól, adi vers, és a végén ott a németre, magyarra, újra németre, magyarra, és Ganges gangnak fordítják, meg minden tizedik fordításnál az, hogy a Herzféle szalámiban sokkal több a só, ezt vegye tudomásul a nyájos olvasó. Ennyire eltorzul, megváltozik egy sokszoros áttétel valami. De az elvtársak arra hivatkoztak, mondta továbbra, írja Rákosi, hogy céljuk egy nagy szláv föderáció létrehozása. Emiatt is alkalmaznak hasonló módszereket Magyarország iránt. Ők a Rákosit kedvelték. Ők a Rákositól, mint magyar küldött párt munkástól, magyar párt vezetőtől nem undorodtak. Rákosi bizalmi elvtársuk volt, 16 évig volt börtönben. Ők üdvözölték Moszkvába a pályaudvaron. Együtt laktak, együtt étkeztek, együtt voltak evakuációban az Uralvidéken. Ők Rákosinak nyíltan elmondták, mi ki fogjuk nyírni a magyarokat. Azt is elmondták neki, erre most nincs idő elmondani, hogy mi benne lennénk, mi a magyarokat itt kinyírjuk, meg kidobjuk Csehszlovákiába, tehát te, ha Rákos elvtárs, neked ez rossz, ha odahaza téged elővesz a magyar lakosság ezért, akkor te csak tiltakozzál, üssél a pofákra, nyilatkozzál bármit, mi benne vagyunk ebben, mi bízunk benned, de akkor is mi ezt eldöntöttük és ezt csináljuk. Ha Moszkva akkor nem szólt bele, ők sokkal messzebbre mennek el. Ők megcsinálják azt valószínűleg, mint a szudét a németekkel, a magyarokat, nem csak az egész magyar lakosságot megfosztják állampolgárságtól, és puskatussal átdobják a Dunán. Vannak 46-ból magyar híradók, és 45-ben nagyon-nagyon súlyos dolgok, és akkori magyar híradók egészen objektíven megmutatják, hogy mi történik ez. Na most a Rákosi azt mondta, Dimitrovnak, vagyis azt írja, hogy ezen kívül ők arra hivatkoztak, hogy terveik, sőt dekrétumaik, melyek Magyarországra vonatkoznak, Moszkvában dolgoztattak ki, ezeket szerintük Sztálin és Molotov elvtárs hagyták jóvá. Itt jön Sztálin és Molotov kettés játszmája. Rákosinak azt mondta, hogy kiállunk azért a magyarokért, nem nagyon, de ígérték. Sztálin még azt is mondta Nagy Ferencnek, hogy gondolkodjon a párizsi békeszerződésen. Erdély határoknál gondolkodjon, megpróbálunk, utána nézünk. Megígérte. Szicsász, kérem szépen, már akkor ő 41-ben eldöntötte, hogy itt semmilyen változás nem lesz. 43-ban Sztálin, amikor fogadja Benest, eldöntötte. Semmilyen változás. És látják, 45 nyarán fogadja a csehszlovák kommunista küldöttséget, tehát Benestnek még többet ígért a magyarokkal szemben Sztálin, és azt mondta akkor Molotov, hogy jóvá hagyjuk ezeket a magyar ellenes terveket. És a legfontosabb argumentum, fejezi be levelét Rákosi, mert Gottwald különös módon emelt ki a csehszlovák kommunista párt vezetője, ezen a ponton annyira messzire haladtunk előre, most már a vonal megváltoztatása, ez egy jellegzetes akkori kommunista szleng, új beszéd, ahogy mondta Orwell, a vonal megváltoztatására azonos lenne a nagy politikai verességgel. Különben is egy ilyen változást nem értenének meg Csehszlovákiában. Most ezzel be is fejezem nagyjából, még annyit mondott Rákosi, hogy felhívja a szovjet elvtársak figyelmét, írja Dimitrovnak. Utalni szeretnék arra, hogy a csehszlovák terv a magyarok kitelepítésére
megvalósítása esetében Jugoszláviában és Romániában felmerülhet majd a magyarok kitelepítése, ami Mániu, ez egy vezető román politikus volt, régi követelése. Jugoszláviában pedig a reakciós erők hivatkozva a montenegróiak és a bosnyákok hősies partizán harcára, akik amúgy teljesen le vannak rongyolódva, követelik, hogy telepítsék ki Vajdaságból a magyarokat, hogy ezek a szabadságharcosok a helyükre költözzenek. Egyébként is így történt részben, a magyarokat ugyan nem telepítették ki, de oda a legutolsó szerb-horvát háború alatt, meg a szerb-koszovói háború alatt is, meg a boszniai-hercegovinai háború alatt egy csomó szerb és montenegrói, amikor menekült, ezeket hol telepítik ki le Vajdaságot. Ez az egyik, ez azért szörnyen mutatja a helyzetet, milyen ellentmondásos, és tulajdonképpen a hidegháború kezdetéhez hozzásorolhatjuk azt, hogy Beneš, vagy akár a csehszlovák kommunisták acsarkodnak a magyarokkal, szembe kerülnek, kitelepítés mellett működnek, és csak akkor változtatnak a tényeket, amikor Beneš megbukik, furcsa módon egy politikai, polgári rendszer veresége, horribile dictu, vagy fontoskodjak latin szavakkal, ad absurdum, jól jött a magyaroknak. Beneš a határig ment el. Ő azt mondta, hogy nálunk, 43-ban mondta Sztálinnak, ezzel be is fejezem ezt a részt, nálunk vannak olyan a londoni kormányban, londoni emigrációban, olyan cseh és szlovák politikusok, hogy azt mondják, a magyarokat mind meg kell semmisíteni. Én nem megyek el ilyen messzire, Sztálin elvtárs. Nekem csak az a véleményem, hogy a magyaroknak legalább a felét ki kell dobni Csehszlovákiába. De jó ember volt Beneš, na mindegy. Most menjünk át a másik témába, Erdély. Erdély ilyen szempontból furcsa módon jobban járt. Amikor Erdélybe bementek a szovjet csapatok, és a román hadsereg, két hadsereg is, mikor Románia átállt, akkor a román kormányzat, Mihály király környezete, és az első két kormány, amely élén Sanatescu tábornok, majd Radescu tábornok álltak, ezek a kormányok is ott a nagyon kőkeményen azon voltak, hogy Erdélyt teljesen vissza, és hát Erdélyt oda román katonaságot be kell vinni, és jöjjön vissza a román adminisztráció. A kiugrási tárgyalások Moszkvába indultak meg 1944. augusztusában, augusztus végén, szeptember elején, és szeptember elején majd alá is írják a kiugrási fegyverszünet és a többi tárgyalást. A szovjetek szívesen odaadták volna rögtön az egész Erdélyt, de akkor mivel tudja Sztálin zsarolni a románokat? Mivel tudja Sztálin zsarolni a román vezetést? És részint azért az Anglia és az Egyesült Államok nagyon benne voltak a román politikában és a román dolgokban, a Románia kiugrása esetén. Majdnem úgy volt, hogy légi deszant, vagyis ejtőernyősök érkeznek Egyiptomból, angolok, stb. Vagy Görögországból. Majdnem úgy volt, hogy az amerikaiak is bekapcsolódnak. Nagyon sok amerikai repülőtiszt és angol repülőtiszt, közel 1000 ember volt fogságban, meg katona. Mert állandóan bombázták a ploesti olajmezőt, és két nagy légelhárító német gyűrű és egy román gyűrű, tehát két német és egy román, vette körül a ploesti vidékét, olajmezőket, és rengeteg repülőtiszt leszállították, vagy pedig kiugrott ejtőernyőn, ezeket meggyógyítják, internálják. Egyébként Antonescu sokkal ravaszabbul tárgyalt, hiába döntötte meg őt meg a király, de sokkal ravaszabbul tárgyalt, nem a szovjetekkel, bár a végén már a szovjetekkel is közvetítők útján, meg Kairon keresztül a szovjetekkel, de Antonescu a kondukátor, a mondjuk elvetemültebb figura, a figurák egyike Kelet-Európában és a Balkánon, Hitler személyes jó barátja, Hitler nagyon tisztelte és szerette Antonescut, már amikor tudta, hogy egész környezete tárgyal a nyugattal, például névrokona Mihály Antonescu külügyér tárgyal a nyugatiakkal, ő nagyon sok rejtjel táviratot sikerült a németeknek megfejteni, Hitler akkor is azt mondta, hogy nézzél körül a környezetedbe, de hát én benned bízom. Tehát ő a legközelebb állt az összes kelet-európai vezető közül Hitlerhez.
És Antonescu is azt mondta lényegében a szovjeteknek, hogy Beszarábiát azért ne nagyon vegyék el, de hát a bécsi, második bécsi döntést, ha kiugr a Románia, szakít Hitlerrel, meg kell semmisíteni. Na most Sztálin megérezte egy kicsit az amerikai angol nyomást, hogy ne döntse rögtön, majd a béketárgyalások után a békekötéskor. És teljesen Magyarország ne legyen az angolok szerint, legalábbis részint az amerikaiak szerint a pofozógép csak. És akkor úgy került a kiugrási tervezetbe, amely megjelent végül, Észak-Erdély vagy annak jelentősebb része, vagy nagyobb része kerüljön vissza Romániához. Tehát egy egészen kis, hogy mondjam, egy, amikor az ember kimegy az ajtón, de valaki, nem egy szellem, azért olyan misztikus ember nem vagyok, valaki úgy nyomja vissza az ajtót, de van egy kis rész, az ember, rés, az ember beteszi a lábát. Tehát egy egészen kis rést hagyott a szovjet vezetés a, magyar, a román tárgyaló küldöttségnek, ja, Erdély kérdésében. És nem véletlen, hogy a küldöttség valamennyi tagja mindig Erdélyre, hát Erdélyre utalt. Egyébként ég és föld tanulni kellene, tanulni sajnos kell a románoktól, és tanítani kell a román diplomáciát. A kétfajta kiugrás, a magyar és a román, már csak a küldöttség összeállításába is megmutatkozott. Míg a Horthy féle vezetés egy Faragó nevű csendőrtábornokot küldött ki tárgyalni a delegáció élére szeptemberben Moszkvában, aki írt két évvel korábban Szovjet-Oroszország, azt hiszem címmel, egy olyan mocskolódó, idézőben mondom mocskolódó, de tényleg mocskolódó könyvet a Szovjetunióval szemben, a náci terminológiát használta benne, ilyen antiszemita kirohanás még az korabeli jó szélső jobboldali magyar sajtóban is azért volt, persze, hogy erről a könyvről tudtak. Persze, hogy tudtak arról, hogy egy csendőrtábornok, és korábban ő jól tudott oroszul, mert hadifogságban volt az első világháborúban, de volt rövid ideig moszkvai katonai attasé, 41-ben is. És hát persze a német katonai attaséval, munkatársaival tartotta a kapcsolatot, nemrég megjelent, hogy Hitler titkai Sztálin asztalán című könyv Moszkvában, és ott a Faragó tábornok is beszélget a német a katonai attasé helyettesével, részlegen, hogyan kémkednek, stb., mit művelnek, meg minden, és a szovjetek ezt mind lehallgatták. A lehallgatási dolgok, jegyzőkönyvek megjelentek egy-két helyen, világos, hogy ők mindent tudtak Faragóról. Ő kijön tárgyalni. Persze nem mondom, hogy azon múlt, hogy őt küldték ki, mert Magyarország annyira azért részét nem is nagyon érdekelte a Szovjetuniót, de ez egy nagy negatívum volt a szovjetek szemében. A román küldöttség kimegy. Kik a román küldöttség tagjai? Egy herceg, aki anglofil, nem olyan jó a szovjeteknek, de mégis. Egy tábornok, aki nem annyira náci barát. Néhány párt képviselője is kivezeti ezt a királyhoz közel álló, polgári pártokhoz közel álló, onnan vétetett küldöttséget, egy Patraskánu nevű ügyvéd, a leghíresebb román kommunisták egyikét. Ő a küldöttség vezetője, és nem mondom, hogy mindegy testvért fogadják ez, de ő például oda súgja a tolmácsának, a külügy tolmácsának, aki tud románul, hogy üzenem Visicki népbiztos helyettes elvtársnak, szeretnék vele titokban, hogy a többiek ne tudjanak erről, este találkozni. Éjszaka fogadja őt az első nap Visicki, és azzal kezdi Visicki elvtárs. Én egy elvtárs vagyok, egy kommunista. Én, mint kommunista jöttem magához, én nem is értek a diplomáciához. Tessék nekem megmondani így, hogy cselekedjek, mint cselekedjek. Hát Faragó tábornok nem mondott ilyeneket, nem is mondhatott volna. Sőt, egy nagyon nevetséges epizód volt, ő azt hitte, hogy amikor aláírja a Sztálinnal vagy Molotovval Magyarország kiugrását, akkor neki úri embernek kell kinézni, hozott is egy katonai egyenruhát, meg egy frakkot a bőröndjébe, de ott felejtette egy szlovák partizán bázison, ahol ők repülőgéppel mentek Kijeven keresztül, a lakcipőjét. És azt táviratozta az egyik táviratba Budapestre, hogy küldjék utánam a lakcipőmet. Nem értették, azt hitték, ez valami rejtjel, mit tudom, Erdély határokra vonatkozik. Ennél csak jobb volt a... És hát a másik dolog, amit ő mondott a szovjet vezérkari főnök helyettesének, aki a hírszerzésért felelt, hogy neki van egy tanyája,
Kecskemét mellett, és nem tudom hány birka van, és amikor a szovjetek bemennek oda, vigyázzanak a birkákra, nehogy mit tudom, feléjék, az egyetlen nagy vagyona. Hát aztán Stemenko vezérkari hőnök helyettes írja emlékirataiban, hogy hát amikor bementek oda a szovjetek, a németek már elhajtották a birkákat, de meg volt döbbenve szintén. És a Patraskánó meg megvette Visinszkit sok tekintetben. Azt mondja, mint elvtárs jöttek, irányítsatok, szóljatok. Én a küldöttség egy része Beszarábia miatt nem is akarta aláírni a fegyverszünetet először. Én az lesz, amit én akarok. Nekem jogom van, nem érdekes, hogy ez egy királyi küldöttség, én alá fogom írni. És amikor már 25 percig tárgyaltak mindössze, a 24. percben elmondta a lényeget Visinszki elvtárs, mint elvtárs az elvtársnak, Észak-Erdély. Ez a miénk. És ez volt a feltétele. Ő Beszarábiát nem hozta fel, hogy legyen vagy ne legyen. Ő meghagyta a szovjeteknek a kiskaput és a leendő román kormánynak is. De hogy Észak-Erdély az igen. Na most itt sajnos a magyarok hatalmas lépés hátrányba kerültek. Ettől kezdve Észak-Erdély sorsa nem azért, mert kérte Patraskánó, mert a szovjetek már megígérték 41-ben, vagyis Sztálin nem is ígérte meg, hanem imperatívis módon mondta Idennek, hogy slussz. Na most, ami érdekes még. Észak-Erdélybe bemennek a szovjet csapatok, egy nagyon nagyszerű ember, hallották ugye ezt a nevet, ezt egyébként illenne a fiatal barátaimnak is hallani, Márton Áron püspök, és erdélyi ragyogó politikusok, Teleki, Béla, mások, Betlen család képviselő, de baloldali politikusok is, Balogh Edgár, Jordáki, mások, akik részt vettek különböző tárgyalásokon, megbeszélésekkel, fölvették már korábban Malinovszki törzskarával a kapcsolatot, és azt mondták, hogy legyen Kolozsvár nyílt város. Tényleg a kincses Kolozsvár, a héttornyos Kolozsvár, még egyik barátom a verseiben, hiába él Budapesten, állandóan ír erről a városról, hát erről a városról költeményeket lehet írni. Hiába most az Kluzsnapoka, ez a magyar kultúrának, és tényleg Mátyás király, ott a Mátyás ház, ott a Mátyás Rex, a gyönyörű szobor, stb. Ezt nem lehet elvitatni, ott a templom. És hát nem lehetett ezt a várost lerombolni. Ott a magyar értelmiség krémje élt akkor, ez egy nagyszerű város volt. Ez sikerült nekik, és egy csomó helyen nem volt ellenállás, de megbeszélték a helyi szovjet adminisztrációval. Én nem védem a szovjet csapatokat, én nem védem a, mit tudom én, már a nyilas időkben is oda átszivárgó néhány magyar diverzást, meg a németek ellenálltak, próbáltak ellenállni ott Székelyföldön. Székelyek jelentős része azért nem harcolt a szovjetekkel, miután kiderült, hogy rájöttek arra, hogy ez egy vesztes háború, és inkább elmenekültek és bujkáltak. Mindjárt, mert ez miért fontos, itt is egy forrással lezárom, és akkor bevonul a szovjet adminisztráció. Kiderült, hogy visszaszivárog a román adminisztráció, akik 1940-ben kimentek onnan. Vas Albertnek van, én nem egyértelműen mondom, hogy minden prózai alkotása, ez egy remek mű, Vas Albertnek van néhány prózai alkotása, amely nagyon jó. Van, ami így úgy ismétli magát, ugyanazok a hegyek, stb. De van egy érdekes könyve, amely véleményem szerint nem is egy regény, hanem egy napló. Az a címe, hogy Jönnek. Annak az egy hétnek a történet, írják föl, a Vas Albert Jönnek. Ő leírta az élményeket, az a hét, a senki földje, amikor a magyarok még nem jöttek be, de a románok már kimenőbe voltak. Elképesztően fontos könyv. Itt is volt egy ilyen senki földje. Jönnek. A románok még hivatalosan teljesen nem veszik át a hatalmat. A hatalom maga szerveződik meg, főleg az, tehát az Ekés Front, a Szociáldemokrata párt, a Kommunista párt, főleg baloldali erők, de nem csak, a Mániu és a Bratianu párt, polgári pártok képviselői részint részt vesznek az önerő által alulról történő szervezésben. Magyaroknak még döntő szavuk van szinte egy csomó helyen, nem csak Székelyföldön, teljesen a pácium akkor ez egy magyar terület volt sokban. Nagy Károly, Nagyvárad, Nagyszalonta, Arad, Temesvár még egy magyar város, német város volt részint. Onnak a szovjetek a német lakosságot nem csak részben voltak képesek kipaterolni ezekből a városokból. A magyarokhoz a helyi szovjet kommendánsok, nem úgy, mint Magyarország területén, a Málenki robot összeszedésnél nagyon sokszor nem nyúltak.
mert a helyi adminisztráció magyar vezetői, akik újkor baloldaliak voltak, vagy tekintélyt árasztó emberek voltak, vagy kiszolgálták a szovjet adminisztrációt azáltal. Pékségek működtek, a javító műhelyek működtek, és így tovább, az ispotályok működtek, és a kitűnő magyar, és nem csak magyar orvosok gyógyították a szovjet sebesülteket. Elég jó viszony alakult ki. És egyszerre csak oda betörtek úgynevezett román szabad csapatok, a Mániú Gárda csapatai. Petro Groza, aki kormányfő lett szovjet vonással, szovjet nyomásra, és Visinszky, Molotov helyettese, népbiztos helyettese, a szovjet nagy perek 37-38-as perek főügyésze, de akkor ő már külügy vonalon futott, Sztálin kedvence volt, Sztálinnal együtt volt börtönbe Bakuba 1907-ben, és hiába volt ő mensevik, Sztálin meg bolsevik, Visinszky, aki egy gazdag fiú volt, és ez a Sztálin meg szegény, megosztotta vele az ennivalót. Két gazember nagyon jól összejött, és ne nevessenek, ez így volt, és Sztálin sok mindent elnézett Visinszkynek. Visinszkynek például volt egy testvére, aki a szerelem féltésből megült egy férjet, és elmenekült, és Casablancában, emlékeznek a filmre, Casablancában élt, hogy Sztálin kiküldte Algériába Visinszkyt, akkor a testvére jelentkezett nála, emigráns volt. Ha más emberrel történik ez, hát jó, hogy a gulágra nem megy, de az biztos, hogy leváltják. Visinszky írt erről Sztálinnak egy levelet, Sztálin elnézte neki. Visinszky egyik kollégája írt egy levelet, hogy neki bizonyítékai vannak, akkor 1917 nyarán Lenint körözte az ideiglenes kormány rendőrsége, azzal vádolták, hogy német ügynök, meg bolsevik feltforgató, akkor Lenint, akkor Visinszky Moszkva egyik kerületének volt a vezetője, és akkor ő is kiadott egy ukázt, hogy az ő kerületét elő kell állítani Lenint, mellékeli a papírt. Ha bárkiről kiderül ez, megy a gulágra, elhajtják. Sztálin ezt elzárta a páncélszekrényébe, halála után találták ezt meg, Hruscsovék, elzárta, jó lesz ez a papír, de majd. És akkor Visinszkyt valami történt, vagy a román vezetők megvesztegették, mert háromszor járt Bukarestbe. Mindenki vesztegetett mindenkit, Kelet-Németországban is. Visinszky hiú ember volt, ő például Molotov ott nem tudta utolérni, de őt a második a külügybe, Sztálin jó embere, Sztálin bizonyos fokig a Molotov nyakán tartotta úgy a kést, hogy Visinszky is futtatja. Szerzett magának egy sofőr, történetesen Lenin egykori sofőr, aki írt Leninről memoárokat. Ezt kiküldte Németországba, az ott zabrált neki kocsikat volt, vagy autóparkja neki, és így tovább. Egy nagyon korrupt ember is volt. El tudom képzelni, hogy a korrupt Romániában mi mindent kapott. Én nem mondom, hogy Rákosi nem volt olyan. Rákosi is Vorosilov marsalnak magyar képeket, én már talán mondtam, nagyon nagy magyar festők képeit oda ajándékozta. A Vorosilov unokái 48-ban nem gyújtják fel a nyaralót, ezek a képek máig megvannak. Sajnos ezek a képek nincsenek. Puskin szovjet nagykövet lányát véletlenül Kenyában egy szovjet diplomata felesége volt, megismertem, megebédeltünk velük kétszer is, és ő mesélte nekem, 16 éves lány volt, jó memóriája volt, hogy amikor új év volt, és neki aznap volt születésnapja, 45 szilvesztere, Rákosi kiküldött egy embert Bécsbe, és ott egy ottani csokoládéból, színkakaóból kiöntöttek egy hatalmas fenyőfát csokoládéból, ezt földíszítette és bevitte személyesen a szovjet követségre a lányának. Puskin annyira zavarba volt, még ő is egy gazember, de zavarba volt, azt mondja, hogy kérem, hát parasztfiú volt, nálunk éhezik a lakosság maguknál is, hát Budapest romokba felé, nem tehetem ki ezt a csokoládi fenyőfát a izébe. Azt mondja, Rákosi, nem baj, vágják föl, azt ott tessék megenni itt a követségiek egyik meg. Mindegy. Visinszkyt valószínűleg egy, megvesztegették, kettő, körben rajongták a román politika elé tagjai, három, ő rájött arra, hogy Magyarország úgyis így van kézben tartva. De Romániában a király van uralmon, és Romániában egy jobboldali, náci barát tábornokokból is álló adminisztráció van uralmon, a hadsereg és a belügy sokban a jobboldal, a volt náci barát jobboldal kezében van, a Romániát és a román vezetést úgy lehet csak zsarolni, és csak úgy lehet nyomást gyakorolni, hogy Erdély. És amíg a szovjet katonai adminisztráció elérte Moszkvánál, hogy
betört a Manyú gárda. Írtják a magyarokat. Tényleg gyerekeknek fejszével, baltával szétverik a fejét. Alig tudták a szovjet kiskatonák és tisztek kivenni őket Erdélyből. Panaszkodtak állandóan Bukarestbe. Akkor egész Észak-Erdélybe bevezetik a katonai szovjet adminisztrációt. Egészen márciusig, egészen februárig márciusig, tehát 44 vége és 45 eleje. Föllélegzett a magyar lakosság. Nem szerették többségben a szovjeteket, de föllélegzett a lakosság. Azt mondták, hogy inkább ezt vállaljuk, mint a román adminisztrációt. Ez ott talán az egyetlen hely Kelet-Európában, amikor azt mondták, hogy még bocsánat, Szlovákiában más meggondolásokból, ők azt mondták, hogy annyira utálták a cseheket, hogy azt mondják, inkább bemennek Ukrajnába vagy Kárpátaljába, mint külön, és 68 perc, ez csak a kommunista elit mondta. De akkor is, vagy nem csak értelmiségiek is. És nagyon érdekes volt akkor, hogy Wyszyńskynek viszont vannak följegyzései, ő azt mondta, hogy mondjuk már meg a románoknak, ez egy ideiglenes, de visszaadjuk nekik. Romániában két tábornok, Sanatescu és Radescu állnak kormányok élen. Radescu annyira nyugatbarát volt, hogy egyszer, amikor bevetette a kommunista tüntetések ellen a bukaresti garnizont, egyszer mondott egy olyan beszédet a rádióba, hogy azt mondja, jövegvények, jött-mentek, a magyar Luka László, és nem mertem mondani, hogy a zsidó, és a nem román Anna Pauker állnak a kommunista tüntetik élére, akik bujkálnak egy idegen követségén, most szovjet követségén. Le fogunk velük számolni, ilyeneket mondott a román rádióban. Most ilyen emberekkel állt szemben Wyszyński, és megkereste Mihály királyt. Háromszor járt Bukarestbe, mint a szovjet kormány képviselő, megkereste a királyt. Van egy városi legenda a mai napig, hogy azt kiabálta a királynak, most én vagyok király, tessék kinevezni Petro Grózát, a mi barátunkat, kormányfőnek. Én ezt nem hiszem el. Wyszyński azért egy négy nyelven beszélő úri ember volt, gazember volt és gyilkos volt, de ilyen hülyeséget nem csinált volna. Ő csak egyszerűen megmondta a királynak, hogy amennyiben ez folytatódik, és nem Petro Gróza lesz a miniszterelnök, akkor Románia függetlensége nem a mostani mederben fog haladni. És akkor a különböző politikai perek, amelyek a uralkodó őfelsége környezetével szemben, mint náci barát elemekkel szemben beindulnak, azok nem úgy fognak végződni, hogy így. Letett a király asztalra egy listát, kik azok a magas rangú tisztek az udvarban másod, kik azok a tábornokok, akik népirtás végeztek Ukrajnában. Az egyik tiszt, aki például egy királyi hadosztálynak a főparancsnoka, lényegében testőrségnek, az 600 embert kivégeztetett úgy, hogy egy ásadtak hatalmas gödröket az emberekkel oda, és az ő utasítáros. Csak itt az aljasság a Wyszyński magatartása, az rendben van, hogy ezt ő előhozta, ez jól tette. Nürnbergi peren szerepelt majd később ez a tábornok. Csak az a disznóság, hogy ezekkel a tábornokokkal ők korábban nagyon jóba voltak. És az egyik szovjet politikai tiszt, egy tábornok azt írta a Sztálinéknak, Moszkvába, Románia gyatrán harcol a németekkel szemben. Most magyar területen van két román hadsereg, ezek feltehetően tovább mennek Prága felé. Ezek nagyon rosszul harcolnak. De ha nem adjuk nekik oda az Észak-Erdélyt, még rosszabbul fognak harcolni, javaslom, hogy adjuk oda Észak-Erdélyt. Na most ez már sem az Atlantik hartában, sem az úgynevezett lenini-sztálini nemzetiségi politikában, nogda cú, ez nem fér be. Be akarom fejezni, a kolléginám nem is mutatja nekem, hogy érdekes, nem is mutatja nekem, hogy lejár az idő, érdekes, kiment. Mennyire könnyű megsérteni egy embert, akihez amúgy jól viszonyul az ember, de mindegy. De nem bántotta magát, csak mondom, maga nem mutatta. Nem mutatta. Na most Vas Zoltán, magyar kommunista politikus, elmegy Erdélybe ebben az időben, és ír egy följegyzést a szovjet politikai csoportfőnökség egyik vezetőjének, Bócev tábornoknak. Bócev is azt mondja, hogy a román adminisztrációnak mindenbe igaza van, mert Észak-Erdély már oda tartozik, tehát velük kell kooperálni. És Vas Zoltán volt olyan bátor,
hogy magyar kommunista létén ezt a publikálatlan levelet én pont egy moszkvai levéltárban, tehát nem itt Varzsótán hagyatékában találtam meg, írt neki egy levelet magyarul, lefordítatta valakivel oroszra, és a levél kópiáját elküldte Rákosi Mátyáséknak, hogy ők is, ha lehet, Molotovnak vagy Sztálinnak, hát adják át. De hát Rákosi, hát úgy is lehet mondani, hogy politikus volt, úgy is, hogy gazember is, gyáva, nem adta át. Úgy szól ez a levél. Egy hatalmas országrész, mint Erdély, hangulatáról, politikai képéről nem könnyű beszámolni. Tehát egy szovjet tábornoknak írja a szovjet hadsereg vezetői számára, és a szovjet kormány vezetői számára. Még most is, miután már bejártam Erdély egy részét, voltam városaiban és falvaiban, beszéltem emberekkel, csak nagy vonásokban tudok képet adni a helyzetről. Előnyöm minden esetre az, hogy Marosvásárhelyről, amit éppen csak elfoglaltak csapataink, indultam el utamra, és utaztam Székelyudvarhelyig, amit viszonylag régebben szabadítottak fel csapataink. Beszámolhatok így a lakosság kezdeti, átmeneti és ándondorsuló hangulatáról. És ha van még 5 perc, az egész levelet felolvasom. Van még? Jó. Az erdélyi magyarság már, és még a kedves diákokhoz is lenne mondani valamit. Az erdélyi magyarság már hónapok óta elkerülhetetlennek tartotta Hitler vereségét, zárójelben ez igaz, mondom én, és különösen a romániai események óta, vagyis augusztus 23-i kiugrás, világosan látta, hogy Erdély hadszíntérre válik. A lakosság nagy többsége megnyugvással várta a vörös hadsereget. Ennek tudható be az is, hogy viszonylag nagyon kevesen menekültek el, ez is igaz, a visszavonuló magyar és német csapatokkal. Főként állami hivatalnokok, képviselői. Elég széles városi réteg és a falusi lakosság szegényebb rétege, Erdély mindig haladó szellemű volt, mondja Varzsótán, de hát ez az ő baloldali meggyőződése, és Romániában hajtó ereje a szabadság mozgalmaknak, na szóval felszabadítóként várta a vörös hadsereget. Annyira gyűlölték a német megszállókat. Szovjet uralmat, szovjet rendszert és Erdély kérdésének gyors és radikális magyar barát megoldását várták a szovjetektől. A vörös hadsereg, és figyeljenek, egy kommunista politikus írja ezt Moszkvában. A vörös hadsereg bevonulásának első napjai nagy kiábrándulást hoztak a lakosság számára. A vörös hadsereg elnyomuló front katonái azzal a gyűlölettel bántok Erdély lakosságával, ami Voronyezs után, ahol a magyar csapatok megszállóként működtek, fogadtak meg. Lehet vita tárgya, hogy a vörös katonák helyesen bántak-e a lakossággal, de ami történt, az oly adottság, oly szörnyű dolog, amivel számolni kell, ha ismerni akarjuk Erdély magyar és román népének mai hangulatát. Ezt merte leírni Varzsótán magasrangú politikai tiszt egy szovjet politikai csoportfőnök számára. Az első napok hatása alatt a lakosság még ma is pánik hangulatában él, írja Varzsótán. Félelmük igen lassan oszlódik el, olyan ütemben, hogy a front mind jobban távolodik, a front csapatok elvonulnak, a vörös hadsereg komendánsai helyreállítják a rendet, és a fegyelmet, és létrejön annak a lehetősége, hogy a falusi és a városi magyar lakosság előbújik az erdőkből, illetve a városokban, a pincékből. De bármi is történt ezekben az első napokban, a lakosság még ma is a vörös hadsereghez húz, arra építi jövőjét, békéjét, és nem a románokra. Megnyugvással látja azt is, hogy sehol egyetlen papnak vagy templomnak sem történt bántódása. Nem szervezik a kolhozokat, mint rendszert nem bántják a magántulajdont. Nem bántják a magyart azért, mert magyar. Viszont Erdély népe rettegi a román uralmat változatlanul, fél annak következményeitől és attól a magyar ellenes pogrom hangulattól, ami felüti a vörös hadsereg nyomán érkező román csendőröket és katonákat, akik nyíltan hirdetik, hogy alattuk pusztulás vár a magyarokra. S tény, ha nem lenne a vörös hadsereg, a pusztulás már meg is kezdődött volna. A vörös hadsereg komendánsai a védői Erdélyben a magyaroknak. Ezt a nagyon komoly polgári, amúgy kommunista ellenes és szovjet ellenes erdélyi értelmiségiektől is hallottam.
Erdély magyarsága ezért mindent hajlandó eltűrni a vegyes hadseregtől, mondjuk ez túlzás azért gondolta Vajzoltán, de valamivel be kellett csomagolni az ő mondani valóját. Ahhoz képest, hogy ez egy szovjet politikai tiszt írta, hogy a Magyar Kommunista Párt egyik vezetője, én nem is láttam ilyen forrást. Azt mondja, arra számítanak a magyarok, hogy a vörös hadsereg megengedi egy önálló Erdély mozgalmat, ami szerintük egyedül képes Erdély kérdését békésen megoldani. Az Erdély magyarság leghatározottabb véleménye az, hogy ilyen mozgalomhoz az Erdély románság egy része is csatlakozni. Független Erdélyt, vagy legalábbis autonóm Erdélyt Romániában akarnak az erdélyi kommunisták is. De ez a jövő kérdése. Politikailag azonban ma is ez a legfontosabb kérdés, mivel Erdély magyar népe minden körülmények között elzenzi, hogy Erdély egészen vagy nagyobb részben átengedjék Romániának. Hosszan tudnám még ezt a följegyzést olvasni maguknak, ez egy érdekes dolog volt, ugye? Ezzel érdekes volt lezárni. Még egy pár pillanat, mert ígértem, hogy egy kicsit segítem a diákok munkáját. Az az igazság, hogy egy pár név hangzott el, talán túl gyorsan beszéltem, talán számukra, mivel nem történelem szakosok számára érthető. Szovjetek egy román politikust nyomással királynál kiálltak, tették Románia élére. Ki volt ez? Egy magyar érzelműnek nem mondható, ez egy legenda, hogy egy magyar érzelmű volt, de Budapesten járt egyetemre, szinte asszimilálódott, erdélyi földbirtokos volt, egy romániai ortodox pópának a fia, de Budapesten járt egyetemre, és anyanyelvi szinten tudott magyarul, úgy hívták, hogy Gróza Péter, mindenki annak hívta, de úgy hívták, hogy Petru Gróza. A másik dolog pedig, sokat tudnék róla mesélni, amikor hivatalos kormány küldöttséggel járt Budapesten, ez megint csak nem történelmi anekdóta, ő kért engedélyt, hogy a programot megbontja, és elmegy sétálni, három nőt is fölkeresett, akiknek valaha udvarult. Ezek persze az egyik férnél volt, a másik idős volt, már a harmadik pedig kirakta a szűrét, de elment hozzájuk egy Hardi Robert nevű ismerőse, aki a Magyar-Román Társaság titkára volt kíséretében, és azt mondta, hogy hát itt volt az a kocsma, ahol jártunk, és hogy kiválóan beszélt magyarul. Az a legenda, hogy ő magyar barát, nem, de nagyon sok ilyen román volt. Hát például Mániu, Júliu Mániu egyik legmagyar ellenesebb politikus, akiről elnevezték ezt a bizonyos gárdát, Mániu gárdát, ő például a budapesti ügyvédek Laostrobába úgy szerelt, és aztán átmenetileg meg jött egy ideig ügyvéd bojtán, mint Mániu Gyula még a monarchia idején. Na most egy másik... A Molotov a magyar kormánynak 1941-ben azt mondta, azt üzente nyáron, hogy amennyiben Magyarország nem támadja meg a Szovjetuniót, akkor Erdély kérdésében mellé állnak, ezt ígérte. Aztán más kérdés, hogy Molotov már 43-ban a Benessel való tárgyalásra azt mondta, hogy jól meg kell büntetni a magyarokat, és ő avaroknak nevezte 45 elején a magyarokat. És hivatalosan Budapest és Moszkva között, amikor 44 szeptemberében megindulnak a kiugrási tárgyalások, javára írható a Faragó tábornok vezette magyar delegációnak, hogy nem egy általános revízió megtartását, egy felvidék, mindent vissza, meg felvidék, délvidék, stb. Kárpátalja, ők Erdélyre összpontosítottak, de érdekes módon, hogy Teleki is, Teleki Pál, és Bethlen István is, és Csáki külügyminiszter, ők is mindig azt mondták, a revízió nagyon fontos, de ha egyáltalán választani kell, akkor Erdély legyen az első. Nem azért, mert köztük sok volt az Erdély, Bethlen család, Teleki család, azért, mert ez így is van. Több magyar, több nagyobb terület jutott Romániának Erdélybe és Páciumba, mint amilyen a megcsonkított úgynevezett csonka Magyarország, 93 ezer valamennyi négyzetkilométer, nekik, ha jól emlékszem, 103 Romániának, tehát több jutott, mint a megcsonkított Magyarország. Na most, ha felvetjük azt, hogy 1942-ben majdnem létrejött egy magyar-román vámunió, és esetleg egy föderáció, Sztálin ezt eleinte elindította, aztán leállította,
mind a két kommunista politikus, Gyorgyó Dézs ellenezte ezt, és Rákosi is ellenezte. Mind a kettő saját magának akart hatalmat, és hát plusz még Dézs azt mondta, hogy hát ez micsoda dolog, amikor mi ezért harcoltuk, mi kommunisták, hát nem csak kommunisták, pont fordítva a román kommunista párt, sokban magyar többségű volt a két világháború között, nem véletlenül, ez korán sem magyar nacionalista beszélt belőlem, de nem véletlenül, hogy két magyar főtitkára volt is ennek a kommunista román, kommunisták romániai pártja. Volt egy Köblőselek nevű főtitkár, és volt egy Fóris nevű főtitkár. És itt tovább. Erdélyben sokkal több, 1000 kommunista került ki az illegalitásból 44 augusztusában, és ezeknek a többsége azért Erdélyben volt, és nagyrészt vagy magyar érzelmű. Hát a magyarokkal szemben nagyon benes úszított a román és a jugoszláv vezetést, amikor Bukarestbe járt és Belgrádba járt. Tárgyalásainak egyik legfőbb pontja az volt, hogy ki kell telepíteni a magyarokat. És ami a Felvidéket illeti pedig, ez nem igaz, hogy csak a békekötés után, meg Potsdam után került az atrocitás. Ahogy bejött oda a cseh és szlovák adminisztráció, a szlováknak be se kellett menni, mert ott volt egy szlovák állam, kiderült, hogy van egy német barát, kollaboráns, a zsidók kitelepítésében, megölésében résztvevő szlovák adminisztrátor egy kisvárosba, egy faluba, ha ő szlovák, akkor maradjon. De hogyha van egy magyar ember, akit a helyi falusi lakosság támogatja, ő magyar, akkor ki kell rúgni onnan, vagy semmibe kell venni. Na most a magyar kommunista párt vezetői közül sok volt a román, vagy romániai, vagy erdélyi, vagy nem román, bocsánat, erdélyi, sok volt. Kevés volt a felvidéki, a Farkas Mihály volt csak a legjelentősebb, de aztán, amikor ők átjönnek, érdekes módon a Rákosi azért nem engedte őket szóhoz jutni. Valami miatt a felvidékiekben Rákosi nem is nagyon bízott. És még egy utolsó dolgot hadd mondjak, hogy jugoszláv ellenes volt a Rajkper és sokban, de Rákosi összegyűjtött minden anyagot a cseh és szlovák kommunistákról, vezetőkről, ezeket elküldte Sztálinnak Moszkvába, ezek bombázta állandóan Prágát, Rákosi megőrült a perek alatt, szinte paranoiás lett, meg a gazembersége így felszínre jött, mint a buzgárok, amikor jönnek ezek a árvizek, akkor felszínre jött a gazembersége. Rengeteg külföldi kommunistát összeírt, és többek közt a cseheket és szlovákokat. Ezeket mind náci besugóknak, meg ügynököknek, meg jugoszláv barátoknak hívta. Most érdekes módon a Rákosi beárnyékolta, beárulta Prágába Huszákot, Gusztáv Huszákot, aki 68 után Csehszlovákia vezetője lett. Igen, ám, de én amikor Huszákot rehabilitálták, nagyon sok felvidéki magyar egyáltalán nem örült ennek, mert szinte nem volt olyan szlovák náci barát egykori vezető, aki úgy megkapaszkodott és elkezdte üldözni a magyarokat, részben saját mondjuk múltját meghazudtolva, vagyis elkenve. Huszák volt a szlovák kommunisták egyik vezetője, ő kollaborált és együttműködött, ő mint újságíró járt a Szovjetunió területén, amikor németek megszállták a Szovjetuniót, de tartotta az illegális párttal a kapcsolatot, és 44-ben a szlovák nemzeti felkelésnek, ha nem is vezetője, de fontos szereplője volt. És Huszák annyi magyarral számolt le, és annyi magyar az életét, hát attól, hogy megvált életét neki köszönhető, akkor Huszák lett Csehszlovákia vezetője, akkor a felvidéki magyar értelmiség, amely amúgy is így le volt nyomva, és az úgynevezett reszlovakizáció, azt mondják, hogy ezek nem is magyarok, hanem szlovákok, tessék visszavenni a szlovák nemzetiséget, nem fogunk titeket kitelepíteni, nem veszük házhelyet, nem váltunk le. A reszlovakizáció területén Huszák prímet vitte, és nagyon érdekes, hogy amikor Huszákot letartóztatják, akkor nagyon nem siratják meg. 9 évet volt viszont börtönbe. Saját elvtársait bebörtönözték. Börtönben anyanyelvi szinten majdnem megtanult oroszul, és amikor kijött a börtönből, akkor hát fokozatosan, de a szovjetek felé elkezdett. Ő azt mondta, hogy ezt nem tettétek vele, stb. Hát köszönöm szépen, remélem, hogy érdekes volt.